Karácsonyhoz közeledve egy igen nehéz év vége felé a Nagykunság és a Tiszató térsége újra és újra megmutatja, hogy a bajban lévők és a rászorulók számíthatnak az itt élőkre. A tiszatavi keresztény polgári kör képviseletében Fodor Gusztáv református lelkész úr adott át nagy mennyiségű, kiváló minőségű Hollandiából érkezett bútor adomány törökszentmiklósi, pusztataskonyi és újszászi szociális otthonok részére. Az igazság az, hogy a nevünkben van a válasz. Tiszataviak vagyunk, tiszadelzsi gyökerekkel rendelkezünk. Mind a három alapító tagunknak vannak tiszadelzsi gyökerei, úgyhogy gyakorlatilag a tiszatavi keresztény polgári kör születési anyakönyv kivonatán az a szó szerepel, hogy tiszadelzs, mi itt születtünk. Itt jöttünk létre. Ez a település persze természetesen más környező településekkel együtt hordozza azokat az évszázados értékeket, amelyek az elmúlt évtizedekben a kommunizmus alatt gyakorlatilag eltűntek, és mi ezeket az értékeket szeretnénk felszínre hozni, szeretnénk új ruhába öltöztetni, és szeretnénk a jövőben úgy, mint vallásos turizmus, úgy, mint érték, úgy, mint meglátogatható turisztikai élmény megmutatni azoknak az érdeklődőknek, akik gyakorlatilag megtisztelik a Tiszatavat. Hogy miért is, miről is szólt ez a mai nap, a válasz a keresztény szóban van. Mi egy olyan kereszténységbe hiszünk, ami nem szürke, nem nyomasztó, hanem a szeretet nevébe cselekszik. Ma egy olyan világban élünk, ahol az emberek nem a szemükkel, nem a fülükkel hallanak, hanem a szemükkel hallanak. Azt hiszik el, amit látnak. Mi gyakorlatilag 8-10 évei Tiszadelzsen jótékonykodással foglalkozunk, és ezeket a hagyományokat szeretnénk a tiszatavi keresztény polgári kör munkájában megmutatni, és elsősorban nem az egyházak felé szolgálni, hiszen ott van a református szeretetszolgálat, és minden egyháznak van saját szeretetszolgálata, de természetesen velük együttműködve. Inkább a társadalomnak a különböző eddig el nem ért rétegeit szeretnénk elérni a szeretetünkkel. És a megyét kértük segítségül, hogy mutassanak olyan intézményeket, akik valóban rászorultak, és így került sor arra, hogy a megyétől kaptunk egy hármas listát, és akkor gyakorlatilag velük kezdtük el ezt a munkát. Itt nem fejeződik be a szeretetünk. A szeretetünk, az ajándékozás nem ér véget karácsonykor, hanem gyakorlatilag mi most kaptunk egy lendületet, és ezt folytatjuk, és folytatjuk jövő karácsonyig, aztán majd utána is. A Isten megsegít bennünket, jövő éven szeretnénk legalább 500 köbméternyi segéd, ez 5 kamionnyi segéd szétosztani a megyével együtt, és bízunk benne, hogy Isten áldása lesz rajta, és a szeretet nevében szeretetet, örömet tudunk odavinni, ahol nincs. Nagy segítség ez az intézményeknek ahhoz, hogy az ott élő gondozottak kicsit jobb kedvel éljék mindennapjaikat. Mindenki úgy segít, ahogy tud a mai napi átadásnak. Az volt az alapja, az szolgáltatta az alapját, hogy Hollandiában lakossági gyűjtéssel 500 köbméternyi bútor gyűlik össze a tiszatavi református polgári kör kezdeményezésére, és ennek az átadása indult el a mai napon. Újszász, törökszentmiklós és pusztataskony részesülhet most elsőként az adományokból, de az a célunk, hogy a megye összes rászorulókat gondozó intézményébe eljussanak azok az adományok, amivel az ott gondozottak életkörülményeit, mindennapjait tudják komfortosabbá és kényelmesebbé tenni. Látszott, hogy óriási szeretet van az emberekben, és ez a különleges pandémiás helyzet, ami manapság különleges sorsközösségre ítélte a Föld teljes népességét. Ez itt Magyarországon, Jászlóskun-Szolnok megyében is megmutatta, hogy milyen ereje van. Egyrészt összefogásnak, másrészt pedig a szeretethez fűződő élményeknek jobb adni, mint kapni, mondjuk sokszor. De nyilván az, amit az ilyen kezdeményezések lehetőségként a lakosság számára is fölkínálnak, az a szeretet és az adományozás örömének a megélését is magával hozza. Ezért tartom fontosnak, hogy vegyünk részt minden ilyen kezdeményezésben, álljunk az élére, aminek csak tudunk, és minden olyan jószívű adakozót, aki az adományával szeretne rászorulókon segíteni, mindenkit juttassunk célba, hogy megélhesse az adományozás örömét. S ha már adományozás, akkor Karcagra is érkezett 500 000 forint értékben sportmez és sporteszköz a polgári körtől. Még a nyár folyamán vettük föl a kapcsolatot Fodor Gusztáv lelkész úrral, aki a tiszatavi keresztény polgári kör vezetője, illetve az ő csapatával, és akkor felajánlotta azt, hogy adományokat tud a városban lakó rászorulótak részére juttatni.
teltek a napok, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és valóban meg is érkeztek azok az adományok, amely elsősorban bútoradományok, de nagyon sok olyan szociális intézményben használható eszközök, botok, járókeretek, olyan székek, amelyeket ott tudnak használni, is érkeztek a városba, és ezeket természetesen a szociális intézményeink keresztül juttattunk el a karcagi rászorultaknak. Aztán érkeztek ruhaadományok is, amellyel azt gondolom, hogy az őszi-téli hónapokra tudtuk felkészíteni szintén a szociális intézményen keresztül azokat a rászorulókat, akik valóban megérdemlik azt, hogy át is tudják venni ezeket az adományokat, és hát nyilván azért mondom, hogy meg is érdemlik, mert arra használják, amire valóban szánták az adományozók, és amire kapta természetesen a város is. A mai alkalom ennek a folytatása, és ahogy egyeztettünk elnök úrral, lelkész úrral, ez ugye folytatódni fog a jövőben is. Mind a ketten ezen dolgozunk, hogy ez folytatódjon. Tehát a mai napon elsősorban sportruházatot kaptunk, amelyet én azt gondolom, hogy föl tudunk majd használni, szeretnénk felhasználni azoknak az amatőr csapatoknak, elsősorban gyermekcsapatoknak a támogatására, akik nap mint nap megfordulnak a különböző sportpályákon, együtt vannak, fociznak, kosárlabdáznak, játszanak. Ők tudják majd ezeket az adományokat megfelelő módon felhasználni. F. Kovács Sándor köszönetet mondott a tiszatavi keresztény polgári körnek a kézzelfogható nagy lelkű segítségért. A Jászhegyszolnok megyei önkormányzatnak pedig a bútor adományok célba juttatásához és a pakoláshoz. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen itt nagyon jó a kapcsolatunk a lelkészúrral, a helyi református egyházközösséggel, és a kezdetektől fogva tényleg intézményeink, óvoda, idősek otthona, iskola, polgármesteri hivatalhoz bútorokat kaptunk, tehát nagy-nagy segítséget jelent nekünk ez a lehetőség, és mindig tehát elmondhatom, hogy nagyon sok tiszaderzsi, ahogy a lelkész úr bent említette, idősek, fiatalok egyaránt, amikor híre megy, hogy kamion érkezik, akkor összefogva jövünk és segítünk lepakolni. Megismertük már az adományozók, a holland adományozóknak a társaságát, csapatát, volt szerencsénk személyesen is találkozni, és tényleg azt mondom, hogy egy nagyon jó kapcsolat alakult ki, úgyhogy én csak köszönni tudok lelkész úrnak, és hálát adni, hogy itt van nekünk, és tényleg mindenbe számíthat rá a település, az önkormányzat.